Az FTC Reikalgo Hungária a Kecskeméten aratott 46-19-es győzelmének és jobb gólkülönbségének köszönhetően megelőzte a címvédő Győrt a tabellán, így az utolsó fordulóban dől el a bajnoki cím sorsa. Előnyünk, hogy az utolsó mérkőzést hazai pályán játsszuk, ha jól tudom, teltház lesz a szurkolónk, biztos nagyon buzdítani fognak minket. Felkészültünk, amennyire tudtunk, és tényleg 100%-ot kell beleadjunk. Kevés kapott góllal kell megnyerjük a mérkőzést, és utána már a lerohanásba és a befejezésekbe is koncentráltan és türelmesekkel legyünk. Csapatunk szerdán 18 órától a Vácot fogadja az Elek Gyula arénában a mindent eldöntő találkozón. Semmiképpen nem szabad arra koncentrálnunk, hogy most úgymond átvettük a vezetést, hiszen bármi megtörténhet az utolsó mérkőzésen, ugyanúgy kell hozzáállnunk, mint a vasárnapi mérkőzéshez, és ugyanúgy 100%-ot beleadni. Még plusz energiát ad az, hogy tényleg ott van a bajnoki cím a szemünk előtt, és az, hogy szerintem nem csak az én nevemben, hanem a csajok nevében is beszélek, hogy mindenképpen bajnok szeretne lenni a csapat. Szevasz, Rolikám! Mit csinálsz? Szevasz, tesó! Nem akarok lemaradni semmiről.